Több ezer éve foglalkoztatja az embert a kérdés, hogy mi az a boldogság, hogyan tudjuk elérni azt, és mit tudunk tenni azért, hogy boldogok legyünk. Részben egészen egyszerűnek tűnik ez a dolog, hiszen szoktuk hallani az ismerősöktől, meg olvasni újságcikkekben, hogy hát találd meg, hogy mi okoz neked örömet és boldogságot, és csináld azt. Tényleg? Kösz a segítséged, bro, most már minden rendben van, most már boldog vagyok. De miért ilyen nehéz megtalálni a boldogságot, és miért van az, hogy utána sem lesz feltétlenül maradéktalanul boldog az ember? És miért vannak olyan emberek, akiknek látszólag mindenük megvan, de mégsem tudnak igazán boldogok lenni. Miért van az, hogy gyakran rosszabb élethelyzetben lévő emberek boldogabbak, mint azok, akiknek sokkal jobb életkörülményeik vannak? Mi az a boldogság egyáltalán? Ezekre és ehhez hasonló kérdésekre keresem a választ a mai videóban. Akinek egy tanulom magam tartalom nem elég a napra, annak jó hír, hogy a támogatóknak is kiment egy videó, a 10 tipp ahhoz, hogy boldogabb lehess, amiben pedig már konkrét tippeket hozok arra, hogy hogyan tudod még boldogabbá tenni az életedet, ami nem egy egyszerű kérdés, de megpróbálok valahogy mégiscsak segíteni ebben a dologban. Ha érdekel ez a tartalom, akkor csatlakozz a csatorna támogatóihoz, és meg tudod nézni, illetve az ezt megelőző exkluzív tartalmakat is meg tudod nézni. És hogy miért pont ezt a témát dolgoztam fel? Mert I want you to be happy. A boldogsághoz az is hozzátartozik, hogy nem lopják el az összes pénzedet a kamu weboldalak, ahonnan otcobon akarták karácsonyi ajándékot szerezni, ebben pedig a mai videó támogatója a NordVPN tud segíteni neked, akiknek mindenféle tök jó kiberbiztonsági megoldásaik vannak. Tudom, hogy azt mondtam, hogy idén már nem lesz több NordVPN szponzoráció, de 6-án reggel egy Mikulás csomagot találtam az ajtó előtt teli zöld hasúval és egy NordVPN kuponkóddal, és hát úgy voltam vele, én azt a következtetést mondtam le, hogy ezek szerint a Mikulás is NordVPN-t használ az éjszaki sarkon, hogy ne tudják meghekkelni a Manó által üzemeltetett rendszerét, úgyhogy ha a Mikulás szerette üzenni nekem, hogy üzenjem nektek, hogy használtok ti is NordVPN-t, akkor hát nem mondhatok nemet. De hogy miért lesz jó neked a NordVPN decemberben is? Egyrészt megvéd, miközben a postán vársz a kari csomagodra és nyílt wifi netezel. Megvéd a kamu bankos e-mailektől, amik mostanában nagyon elterjedtek. Megvéd a különféle malverektől, nem a marvelektől, vigyázz, amik akár egy vicces képre kattintva is befertőzhetik az egész gépedet, de az olyan zsaroló programoktól is, amik lelokkolják az egész gépedet, amíg nem fizetsz. Ráadásul baromi egyszerű használni a NordVPN-t, egyetlen kattintás és készen is vagy, be vagy védve. Szóval ha nem csak békés, hanem biztonságos ünnepeket is szeretnétek, akkor érdemes lehet NordVPN-t használni. Ráadásul, ha most a nordvpn.com per tanulom linkre kattintotok, akkor nem csak óriási kedvezménnyel tudjátok megvásárolni az előfizetéseket, de ha a 2 éves csomagot választjátok, akkor 4 hónapig ingyenesen használhatjátok. Ráadásul semmit nem veszítettek vele, hiszen hogyha nem tetszik a szolgáltatás, akkor 30 napon belül ingyenesen le is mondhatjátok azt. Minden információt és linket megtaláltok a leírásban. Mint mindig, most is nagyon várom a véleményeteket a komment szekcióban. Írjátok le, hogy ti mit gondoltok a témáról, hogy számotokra mit jelent a boldogság, akár a hétköznapok, akár hosszabb távon az egész életre nézve, ti hogy látjátok ezt a kérdést, nektek melyik elmélet jön be, ti mit tesztek a boldogságatokért, és mondjuk, hogy egy 1-től 10-es skálán, ha az életeteket nézitek úgy általában véve, akkor mennyire érzitek boldognak magatokat, a 0 az a totális boldogtalanság, a 10 pedig a teljes és tökéletes boldogság gyakorlatilag. Írjátok le a kommentekben. Hölgyeim és uraim, ez itt a Tanulom Magam csatorna, én Attis vagyok, a mai videó témája pedig, hogy mi az a boldogság és hogyan tudod elérni. Az első kérdés, amit meg kell válaszolnunk, hogy mi az a boldogság, ami egyáltalán nem olyan egyszerű, mint ahogy így elsőre gondolnád. Próbáld ki, most ha neked kellene megfogalmazni a kommentek között, vagy csak itt saját magadnak, hogy mi az a boldogság, akkor hogyan fogalmaznád meg, mi az? Mert hogy a boldogság az egy ilyen izé, ilyen érzés, érezzük, tudjuk, hogy boldogok vagyunk. Mert hogy boldogok vagyunk például, amikor megeszünk egy pizzát, amikor kamatyolunk egyet, vagy megöleljük a barátainkat, tehát akkor mondhatnánk, hogy tulajdonképpen szükségletkielégítő lények vagyunk, és behozhatnánk Maslow piramisát, de tényleg csak ennyiről szól a boldogság, hogy beteljesülnek és kielégülnek a szükségleteink és az igényeink, ennyire egyszerűek lenne? Vagy mondhatnánk, hogy amikor veszünk egy új cipőt, sikerül egy vizsga, vagy felvesznek egy új munkahelyre minket, akkor boldogok vagyunk, hiszen elértük a céljainkat, de az ember úgy is lehet boldog, hogy épp nem ért el semmit, semmilyen célt az életében. A filozófusokat évezredek óta, a pszichológusokat évtizedek óta foglalkoztatja ez a kérdés, ráadásul ott van a pozitív pszichológia, aminek egyik központi kérdése a boldogság témája, és hogy hogyan érhetjük azt el. Ráadásul több száz olyan könyv van kint a világban, ami több száz oldalon keresztül taglalja csak azt a témát, hogy mi az a boldogság tulajdonképpen, úgyhogy egy igen komplex témáról van szó, és nem is célom ebben a videóban, hogy minden elméletet, minden fogalmat, minden megközelítést, teóriát, kutatást felsoroljak nektek, mert akkor végtelen ideig itt lehetnénk. Inkább csak felvillantok nektek elméleteket, gondolatokat, hozzáállásokat, azért, hogy beindítsam a ti gondolkodásatokat, gondolkodásra sarkaljak titeket, és egy kicsit komplexebben mutassam meg nektek a boldogság témáját, de egyáltalán nem
olyan mélyen, mint ahogy lehetne ezt egyébként mondjuk 20 videón keresztül. A boldogság definíciója. Számtalan definíciója létezik a boldogságnak. Az Oxford Dictionary definíciója szerint a boldogság, az a happiness, ez tulajdonképpen a the state of being happy, azaz annak az állapota, hogy boldogok vagyunk. Köszönjük szépen, ez igazán nagy segítség volt, de ennél talán többre lesz szükségünk a boldogság megértéséhez. Arisztotelész azt mondta, hogy a boldogságnak két alkotó eleme van tulajdonképpen. A hedónia, azaz az öröm, a gyönyör, és a eudaimónia, azaz a jól élt élet érzése. Na ez már egészen jó, egészen tetszik, tehát van egyszer az egyszerű öröm megélése, másrészt egy nagyobb általánosabb, egy jól élt életnek az érzés, és ennek a kettőnek a kombinációja tulajdonképpen ez már egészen jó. Freud azt mondta, hogy a boldogságra való törekvés az lényegében egy kétirányú folyamat, aminek a lényege a fájdalom elkerülése és az örömök megtapasztalása, és ezek minél jobban mennek, annál boldogabbak leszünk. De Gandhi például azt mondta, hogy a boldogság az, amikor harmóniában van egymással az, amit gondolsz, amit mondasz, és amit teszel. Akkor a politikusok rohadt boldogtalanok lehetnek, gyerekek. Több kutató úgy határozza meg, hogy a személyes jólét a boldogság érzésének és az élettel való elégedettségnek a kombinációja. De Sonja Jubor-Miski, ha jól mondom a nevét, a The How Happiness könyvnek az írója is megfogalmazta, hogy definiálta a boldogság, és ez is nagyon tetszik nekem. Az öröm elégedettség megtapasztalása, vagy pozitív jól lét kombinálva azzal az érzéssel, hogy az illető élete jó, jelentőségteljes és értékes. Ez tulajdonképpen az arisztotelészi vonal továbbvitele és picit szofisztikálása. De talán jobban megérthetjük a boldogságot, hogyha megpróbáljuk jobban elemeire bontani. Megkülönböztethetjük például a rövid távú boldogságot, amit abban az adott pillanatban érzel, például amikor részegen, éhesen betalod azt a giroszt, de ez az adott pillanatban lévő boldogság egy szépen lassan elpárolog. Főleg miután egy órával később megfosad. A középtávú boldogságot, amit egy általános élet elégedettségnek hívhatunk tulajdonképpen. És a hosszú távú boldogságot, ami az egész életedre vonatkozik, hogy te, mint emberi lény, mennyire tudsz kiteljesedni és egy olyan életet élni, ami számodra értékes, jó és teljes. Emellett a kutatók szerint fontos két fogalmat megkülönböztetni, amit gyakran kevernek az emberek. Az egyik az a life satisfaction, azaz az élet elégedettség, ami egy nagyobb távon mondja meg, hogy mennyire boldog vagy az életeddel, tudjuk, mint a középtávon, amiről az előbb beszéltünk, a subjektív well-being-től, azaz a személyes, szubjektív boldogságérzetettől, vagy jólétettől, mert ez a kettő nem feltétlenül van harmóniában egymással. Mert lehet, hogy például éppen összevesztél a pároddal, ami miatt nagyon nem vagy boldog, de általában véve elégedett vagy az életeddel, vagy egy megfordítva, lehet, hogy most vettél egy autót, amitől repesel a boldogságtól egy-két hétig, de általában véve meg úgy gondolt, hogy pocsék az életed. Tehát, hogy a személyes jólétnek a megtapasztalása, úgymond rövid távon, illetve az általános életelégedettség az azért két különböző dolog, amit nem szabad összekeverni. Különféle elméletek is vannak a boldogságra, igazából 100 meg 100, de ebből hozok egy-két érdekesebbet. Ott van például a The Freedom of Choice Theory, ami szerint, hogyha az alapvető szükségleteink ki vannak elégítve, tehát ez az alapvetés, akkor a boldogság szintünket az határozza meg, hogy az adott társadalmi rendszerben mennyire szabadon dönthetünk a saját életünkről, hogy mit csináljunk és mihez kezdjünk vele. Kim Jong-un, édesfiam, figyelsz-e? A Self-Determination Theory azt mondja, hogy a boldogságunk nagymértékben függ attól, hogy mennyire vagyunk képesek belső motiváció által meghozott döntéseket hozni, hogy hogyan éljük az életünket, azaz intrinzik motivációt és döntéseket hozni. Hogyha ez megvan, akkor nagymértékben boldogok lehetünk, de ha extrinzik, azaz külső befolyásoló tényezők mondják meg, hogy mit csináljunk az életünket, például az anyád mondja meg, hogy milyen egyetemre menjél, vagy mit dolgozzál, az nagymértékben csökkenti a boldogságunkat. Seligman 2005-ös modellje szerint a boldogság az életünk háromfajta működésének és optimális működésének a metszetében található meg. Az első az a kellemes élet, azaz a mindennapi örömök tartoznak ide, amiket megélünk az életünk folyamán. A jó életbe tartozik, hogy képesek vagyunk felismerni a különleges képességeinket és egyediségeinket, és ezeket ki is tudjuk bontakoztatni az életünkben. Ha ez nálad nincs meg, akkor káromkodhatsz, hogy a jó életbe már! A jelentőség teljes élet pedig azt jelenti, hogy tudunk segíteni másoknak, vissza tudunk adni valamit a társadalomnak, és tenni tudunk a nagyobb jóért. Ha az életünknek ezt a három aspektusát meg tudjuk élni, akkor tulajdonképpen el tudjuk érni a boldogságot. Dr. Carol Ryan Diff évtizedekig tanulmányozta a boldogság témáját, és elkészítette egy modellt, aminek tulajdonképpen 6 tartó pillére van, és ha ezek a pillérek megvannak az életedben, akkor tud a boldogság háza sikeresen és megingathatatlanul állni az életedben.
Az első az az önelfogadás, azaz, hogy elfogadod és szereted magad az erősségeiddel, gyengeiddel, a jó és rossz tulajdonságaiddal együtt. A második az autonómia, azaz, hogy szabadon, önállóan és függetlenül tudsz gondolkodni, elmondani a véleményedet és meghozni a döntéseidet. A harmadik az irányítás, ami azt jelenti, hogy úgy érzed, hogy te vagy kontrollban az életedben, és képes vagy az életedet és a felmerülő szituációkat az irányításod alatt tartani, és nem fullad káoszba és bizonytalanságba az életed. A negyedik a személyes fejlődés, ami egy tudatos erőfeszítés arra, hogy fejleszd saját magadat, új élményekkel és tudásokkal gazdagodj, és önmagad jobb verziójává válj. Az ötödik a pozitív kapcsolatok másokkal, azaz, hogy jelentőségteljes és szeretetteljes emberi kapcsolataid legyenek másokkal, mint a család, a barátok, a kollégák és így tovább. A hatodik pedig az élet cél, amelynek a lényege, hogy megtalálod és megteremted az értelmét az életednek, a jelentőségét a céljaidnak, hogy úgy érzed, hogy van értelme az életednek és azoknak a dolgoknak, amit csinálsz. Szintén érdekes egy 2005-ös elmélet, a Happiness Pie, amit boldogság piteként fordíthatnánk. Ennek a lényege, hogy a boldogságunknak három nagy összetevője van. Az első az a set point, azaz a genetikai komponens, hogy genetikailag hogyan vagyunk húzalozva, mennyire könnyen vagy nehezen tudjuk megélni a boldogságot. Ez az elmélet alkotók szerint, hogy a boldogságunknak kb. Az 50%-át, tehát a felét adja ki. A második szeret az az életkörülményeink, hogy mennyi pénzünk van, milyen lakásunk, hol, milyen környék, milyen emberek vesznek körül, tehát hogy általában véve a körülményeink, ez 10%-át adja ki a pitének. És ott van a tudatos cselekvés, azaz, hogy hogyan és mennyit teszünk a boldogságunkért, és hogyan állunk hozzá az előbb említett dolgokhoz és az életünkhöz, ez pedig a pitének 40%-át adja. Ami az igazán érdekes ebben az elméletben, hogy az emberek általában véve az életkörülményeiket okolják azért, hogy boldogtalanok, nem elég nagy ház, nem elég új autó, nem elég fizetés, nem elég szép környék, nem elég jó munkahely, és így tovább, és így tovább. Ez a modell pedig pont azt mondja, hogy a boldogságunknak egy jelentős része, majdnem a fele attól függ, hogy mi hogyan állunk hozzá, mint tudatos cselekvő emberek, és illetve gondolkodásban hogyan állunk hozzá, hogy hogyan értékeljük az életünket. Más kutatásokból is látjuk ezt, és alátámasztják, hogy borzasztóan fontos a hozzáállás és az értékelés, és ezért lehet az, hogy relatíve, objektíven nézve nagyobb szegénységben élő emberek boldogabbak lehetnek, hiszen tudják értékelni azt, amiük van, és hálát adni lenni, és boldogak lenni azzal, mint sokkal jobb életkörülmények között élő emberek, akik állandóan panaszkodnak és mindennel elégedetlenek, mert hogy másként értékelik az élethelyzetet és azokat a javakat, illetve dolgokat, amik megvannak az életükben. Megint egy másik kutatás szintén egy picit másik oldalról alátámasztja ezt, ott lottó nyerteseket vizsgáltak és hasonlítottak össze olyan emberekkel, akik balesetet szenvedtek és lebénultak. Nyilván az egyik egy borzasztóan jó esemény az életünkben, a másik egy borzasztóan rossz esemény az életünkben. És hát azt találták, hogy hosszabb távon pár hónap elteltével nem volt jelentős különbség a két csoport boldogság szintje között, ugyanis az ember hozzászokik az adott életkörülményhez, ezek az új életkörülményekhez, ami a lottónyertes esetében sokkal jobbak, a balesetet szenvedett esetében sokkal rosszabbak, de hozzászokik, az lesz az új standard, és ez nem lesz jelentős hatással a boldogság érzetére. Ezért van az, hogy az új ruhák, az új autó, az új ház, az csak ideig, óráig lesz hatással a boldogság érzetünkre, attól függően, hogy mennyire nagy befektetésről, hogy mekkora dologról van szó, napokig, hetekig, hónapokig, vagy akár egy-két évig is hatással lehet a boldogság érzetünkre, de végül visszaáll, mert az lesz az új norma, az új autó lesz már a megszokott norma, amiben éled az életedet. Ezt hívjuk egyébként hedonikus adaptációnak. Ezeket a tendenciákat nagyobb léptékben is kimutatták egyébként, amikor egy-egy országot néztek és mértek, hogy a benne élő lakók mennyire boldogok az életkörülményeik viszonylatában, és azt találták, hogy a gazdagabb országokban élő emberek, ahol sokkal jobbak voltak az életkörülmények nyilvánvalóan, nem feltétlenül voltak boldogabbak, mint a szegényebb országban élők, akiknek nyilvánvalóan sokkal rosszabb életkörülményeik vannak. Ez is mutatja azt, hogy nem egyenes arányosságban van ez a boldogságunkkal, hanem egy sokkal összetettebb és komplexebb téma. Az eltelt 17 évben egyébként elég sok kritika érte ezt a Happiness Pie elméletet. Egyrészt azért, mert hogy ezek a területek nem ennyire elválaszthatóak egymástól, és ezek folyamatos egymásra hatással vannak egymásra. Ezt jól megmondtam. Másrészt pedig a százalékokkal sem értettek egyet, és úgy gondolták a kutatók, hogy ez a 40%-os tudatos cselekvés ez soknak tűnik, amiben befolyással lehetünk az életünkre, és kb. Olyan
15-20% körül van ez az igazából, ami picit elszomorító lehet, de még mindig egy jelentős részről van szó, és ezt maguk az elméletalkotók is elismerték, hogy igen, jogosak a kritikás, és valószínűleg inkább egy ilyen 15-20% a tudatos cselekvésnek a köre, de azt hangsúlyozták, hogy nem is a százalékok a lényegek tulajdonképpen ebben az elméletben, hanem az, hogy mi tudatos, aktív szereplői, cselekvő, aktív szereplői vagyunk a saját életünknek, és az, hogy hogyan állunk hozzá, rengeteget számít, és az, hogy mennyire törekszünk arra, hogy megteremtsük a boldogságot az életünkben, az rengeteget számít, és nem egy passzív elszenvedői vagyunk tulajdonképpen az életkörülményeinknek és a saját életünknek. Több elméletalkotó szerint alapvetően hibás a hozzáállásunk a boldogsághoz, mert hogy az emberek azt nézik, hogy miük nincs még. És ezáltal soha nem lehetnek tulajdonképpen boldogok, hiszen mindig van szebb, újabb, nagyobb, drágább autó, ház, ruha, táska, telefon, stb. Mindig lehet olyan dolgokat mondani, amik még nincsenek meg, tehát az ember, ha így áll hozzá, akkor soha nem lehet maradéktalanul boldog. Ehelyett inkább azt kellene nézni, hogy mink van jelenleg az életünkben, és hálát adni ezeket a dolgokért, akár materiális, akár szellemi vagy emberi kapcsolatokról van szó, hogy ilyen jellegű dolgokról, hogy mik vannak jelen az életünkben. Hoztam még pár érdekes kutatási eredményt a boldogságról, csak így egy-egy mondatban kivéve a lényegét az adott kutatásnak. Ha túlságosan hajszoljuk a boldogságot, az gyakran pont ellentétes hatást vált ki, és boldogtalanabbak leszünk. A pénz csak egy bizonyos szintig boldogít, utána bármilyen sok is nem tesz hozzá a boldogsághoz. A boldogságkeresés a szociális tevékenységeken keresztül, mint a család, barátok, találkozók az egyik leghatékonyabb eszközök között van. A boldogság búsztolja az immunrendszered és javít mindenfajta egészségügyi tényezőt, ami csak létezik, és tovább is élnek a boldogabb emberek. A teljes és tartalmas élethez hozzátartoznak a kellemetlen érzelmek is, és azoknak a megélése, tehát nem azt jelenti, hogy boldogok vagyunk, hogy állandóan ugrálunk az örömünkben, sőt, aki képes megélni a negatív érzéseit, az boldogabb tud lenni. A másokhoz való hasonlítás hozzájárul a szubjektív boldogságérzetünkhöz. Egy kutatásban például inkább választották az emberek, hogy ők $50 keressenek, a munkatársaik pedig 25-öt, mint hogy ők $100 keressenek, a munkatársaik pedig 200-at. A kulturális különbségek is szerepet játszanak a boldogságérzetben, és máshogy tapasztalják a nyugati individualista, mint a keleti kollektivista társadalmak. Végül zárásként pedig egy angol pszichológiai magazin tett közzé egy olyan tesztet vagy kérdőívet, aminek az volt a célja, hogy az emberek írják le, hogy számukra mit jelent a boldogság az életükben, mit teszi őket boldoggá az életükben, és hát több ezer válaszból kiszűrték a leggyakoribb válaszokat, ezeket olvasom most fel nektek. Család, barátok, emberi kapcsolatok, napfény, természet és szabad levegőn lenni, azt csinálni, amit élvezel, hála és önszeretet megélése, testmozgás, biztonság és anyagi biztonság, jelentőségteljes munka, te befejezni, létrehozni, elérni valamit. Ahogy láthatjátok, nincsenek kész válaszaim a témát illetően, nem tudom nektek megmondani, hogy már pedig ez a boldogság, meg ez, és ha ezeket csinálod, akkor boldog leszel. Igazából, ahogy a videó elején mondtam kis ironikusan, neked kell megtalálni a boldogságot a saját életedben, megnézni, hogy számodra mit jelent a boldogság, és megteremteni ezt a bizonyos boldogságot, mert ez mindenkinek mást, más életet, más életkörülményeket, más életcélokat jelent. A lényeg az, hogy te találd meg a saját boldogságodat, és képes legyél megteremteni azt az életedben. És hát remélem, hogy ezzel a kis videóval hozzá tudtam ehhez járulni, tudtam ebben segíteni, és tudtam egy összetettebb, komplexebb képet adni a boldogságról, ami egy jó beszélgetés és vita alapja lehet egy jó kis baráti társaságban, úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot a videó alatt, iratkozzatok fel a csatornára, vagy írjátok le a véleményeteket a komment szekcióban. Ne felejtsetek el ellátogatni a Tanulom Magam Facebook oldalára, a Tanulom Magam Tanulók Facebook csoportjába, illetve most már van támogatási lehetőség is a csatornán, melynek keretében, ha egy havi összeget támogatjátok a csatornát, akkor minden hónapban exkluzív videókat nézhettek meg, illetve visszamenőlegesen is megnézhetitek az előző hónapok exkluzív tartalmait. Ott van még az Atis Instagram is, ahol velem kapcsolatos exkluzív képeket és információkat láttatok, úgyhogy érdemes letecsekkolni, hogyha érdekelt titeket az ilyesmi. Köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok!